Még 2016-ban nyújtottak be pályázatot a nyíri mezőség települései. A toppos 750 millió forintos forrást Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Balsa és Szabolcs nyerte el. Ebből az összegből több, mint 500 millió forint csak a strandok fejlesztését célozta. A települések közül elsőként Tiszalök kezdte meg a munkát. Nagyon rég volt, amikor elkezdődött, és mi voltunk az elsők, akik azokból a pályázatokból megvalósítottuk a fejlesztéseinket. És szerintem így tök logikus, hogy a záró is akkor itt legyen. Tehát több mint 750 millió forint került kiosztásra, 8 vagy 9 projekt volt ebben érintve, és mi tiszalökkiek a legtöbbet hoztuk el, több mint 230 millió forintot, úgyhogy mi már javában használjuk, illetve élvezzük ennek a fejlesztésnek az előnyeit a Holtágon, illetve a tiszai szabadvízű strandon. A projekt egyik legnagyobb eredménye, hogy nem egy-egy települést érintettek a fejlesztések, hanem hálózati szemlélettel, együttműködéssel egy komplex térségi fejlesztés valósult meg, amely együttesen helyezte fel ezeket a községeket a turizmus térképére. Fölhívjuk a térségre a turista, nagybetűvel a turista figyelmét, hogy érdemes ide eljönni, olyan természeti turisztikai attrakciók vannak, érdemes itt több vendégészakát eltölteni, és ez az itteni embereknek, akik itt ellátják őket, szállást adnak, ételt adnak, a jövedelmezőségét és a turizmusban rejlő foglalkoztatottságot is növeli. És talán még befejezésül elmondanám, hogy az is a segítségünkre jött, vagy segítségünkre volt, hogy 3 évvel ezelőtt kiemelt turisztikai övezetnek nyilvánította a kormány a Nyíregyháza és Tokaj térséget, és ez a nyíri mezőség, pontosabban 8 település, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs, Balsa és Gávavencsellő kiemelt turisztikai településnek számít itt a Tisza mentén. A fejlesztések azért is jelentősek, mert statisztikák szerint Magyarországon minden 10. foglalkoztatott a vendéglátás és turizmus területén dolgozik. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, a fejlesztéseknek a projekten nincs vége, hiszen az ezekhez tartozó infrastruktúrát például folyamatosan korszerűsíteni kell.